Nagyon nagy tisztelettel köszöntjük a VNTV, vagy Viva Natura Televízió kedves nézőit. Viva Natura, Vivát Natura, Egészségbefektető Klub adássorozatunkban dr. Csicsó János barátommal beszélgettünk. Szervusz János! Jó, akkor itt lehetek. És igazából ma a kálium rehabilitációjáról beszélgetünk. Nagyon örülök, hogy egyre több okos cikk megjelenik ezzel kapcsolatosan. Mi már egy alkalommal erről beszéltünk. Igen. És akkor ott fejeztük be valahol ezt az egész kálváriát, hogy megmérték azoknak az emberi maradványoknak, amikor ma már sajnos az emberek nagy részét nem temetik, hanem elhamvasszák, de viszont a hamuba tökéletesen lehet látni a nátrium-kálium arányt. És akkor mi volt ennek a tapasztalata? Hát érdekes módon a hamuba több a kálium, mint a nátrium. Ugyanakkor meg a sejt plazmába, ott meg a nátriumnak kell többnek lenni. Tehát itt, ez itt ebből adódik szerintem valahol a félreértés, hogy a sejtfalon kívül meg belül van ez az ionpumpa, a nátrium-kálium a koncentráció különbség határozza meg a sejtfal áteresztő képességét. Tehát ennek egy adott értéknek kell lenni. Tehát fontos a só is, mert a nátrium is fontos, de a szervezet egészség szempontjából mégiscsak több a kálium. Több kálium kell, mint nátrium. Tehát ezt nem könnyű ezt feloldani, ezt az ellentmondást. Uh-huh. Mert például ugye a sejtplazmába ott a kálium-nátrium arány, tehát 30 nátrium, 1 kálium. Ugye ez az infúziós oldatoknak is ez a nagyjából az összetétele. Ez van a sejtplazmában, oda az kell. De a csontokban, a szervekben, a szövetekben, a bőrben, meg minden, ott meg a kálium kell, hogy túlsúlyban legyen. Hát meg a szív egyik fő anyaga a szív, igen, kálium, igen. És ugye el is, a nagymamám így halt meg. Bevitték, elkezdték neki erős vízhajtót adni, és gyakorlatilag reggel nem ébredt föl konkrétan. Nagyon sokat beszélgettem olyanokra, akik ilyen acegátlós, magas vérnyomásra kapnak, ami úgy szintén folyamatosan a vesét arra készteti, hogy ürítse a vizeletet, de ezzel együtt a kálium is ürül, és ezek közül nem ébrednek föl elég gyakran. Tehát ugyanez a szimptóma van, tehát hogy óriási szüksége van például a szívnek a... Igen. Én ott is olvastam, hogy az előző téma kapcsán, amikor beszélgettünk itt a B-flóráról, meg a hízás, meg ezekre a dolgokról, hogy aki fogy, tehát a fogyással ugye egy víz is távozik, mert a zsírban úgy van tárolódva a cukor, egy része vagy a zsírok, hogy egy vízmolekula hozzá kapcsolódik, és amikor fogyunk, akkor az a víz az elengedi ezt a vizet, a szervezet, és ebbe a vízbe viszont magnézium és kálium van sok. Aha. Tehát a fogyással is a kálium ürül, és a magnézium. Három fantasztikus lugosító ásványhoz érkeztünk el, a magnézium, kálium és a nátrium, igaz? Igen, igen. És amikor izomgörcsön azonnal magnéziumot szedettünk az emberekkel, és most így kiderült, hogy a kálium hiányzása. Kálium és a magnézium együttes fontos. Hiánya. Igen, így van. Együtt. Most akkor táplálkozás, kiegészítő gyártók, fejlesztők, akkor nyugodtan lehet kálium, magnézium, nátrium kombinációjú táplálkozás kiegészítőket. Tehát, alapvetően ha táplálkozás egészét nézem, a növényekben ott kálium van sok. Tehát a növényekben és főleg van. Most a műtrágyával a káliumot pótolják. Meg is nyomják. Igen. Meg is nyomják. A káliumot az állati húsokban, meg az állati eredetű táplálékokban viszont inkább nátrium van sok. De mégiscsak, ha egészségesen táplálkoznánk, tehát olyan növényeket ennénk, amik egészséges módon nőttek és tiszták, akkor ez a probléma olyan nagyon nem is merülne föl, inkább ott a sóhiány merülne föl, mint a középkorban is, ugye a sónak nagyon nagy értéke volt, az királyi felségterület volt a sóbányák, tehát a sópótlása az fontos dolog volt. De most egy kicsit fejre állt megint, mint sok minden más itt körülöttünk, és a kálium pótlásra is tulajdonképpen szükség lenne. Érdekes, római katonáknak, amikor nem volt éppen vert pénz, akkor sóval fizették őket. Viszont volt itt nálam egy kedves vendégem, és azt mondja, na akkor, drága István barátom, Afrika közepén olyan törzsek élnek, akik az életükben nem láttak
tengert, meg sót, és ők akkor hogy léteznek só nélkül, ugye? Mert nem nagyon tudtak szerezni. És akkor a válasz az volt valamilyen módon, hogy a szervezet metabolizációja akár sót is képes elállítani, és már megint ennél a fránya mikrobiomnál tartunk, ami tulajdonképpen nem csak átalakulni képes, hanem képes ásványokat is létrehozni. Pontosan neked volt egy példád az előző adásban, hogy amikor elkezdünk fermentálni egy magot, igaz? Igen. Akkor abban lévő spektrum nem egyezik meg azzal, ami a csiráztatottban olyan anyagok kerülnek el, ami sose volt, meg amiből volt, az egyikből több lett, a másikból kevesebb. Igen. És például méreganyagokat képesek átalakítani. Igen. Valahol ennek is szerintem a nagyon mélyen ásnánk a mélyre, valahol eljutnánk a mikrobiomhoz. Ez a kálium-nátrium ügyben is, mert azt hát alapvetően ott is, ha megesszük az ételt, vagy megiszunk valamit, hát az először a B-flóra találkozik azzal, és a B-flóra szelektálja, meg állítja be, ha van megfelelő alapanyag, állítja be, hogy mit szívjon fel a B-rendszer, mit nem szívjon be, ezt az adja a közösen a kommunikációba, ez biztos, hogy ők megbeszélik, hogy most ebből kéne sok, vagy ebből kéne kevesebb. Működne ez? Azért félelmes ez a dolog, mert mi mindig az emésztőrendszer mikrobiomráról gondolkodunk, de az egész testünk a bacik nélkül egyszer nem működne. Nem, hát tehát a bőr felületünkön is. Na, bőr pH. Nem úgy alakul ki az 5 és feles pH, hogy ezt valami kis kémikus létrehozta, hanem az ott élő baktériumoknak az anyagcsere termékéből. Hát ha vannak, ugye, és nem... Hát ha vannak, és nincsenek leégetve. Értettük ki mindenféle krémekkel, mindenféle fertőtlenítőszerekkel. Kérjük vissza káliumhoz. Hoztam itt egy például nagyon sokszor mutogatják, hogy hosszan barázdásodott köröm például. A kálium egyik nagyon sokszor kérdezik, hogy amikor ferdén van, így van egyenesen, akkor az részcink. Ilyen hosszan húzott köröm az meg, mint kiderült a kálium ilyen. Magas és alacsony vérnyomás ugrálására izomgörcsöknél. Ugyanakkor gyengeség, erőtlenség, székrekedés, vesekövek, csontritkulás, ez mind a kálium hiányhoz vezetik vissza. Hát ugye itt, ha valahol egy kályhát akarunk találni, hogy honnan lehet ezt az egészet megfogni, akkor egyrészt a sejtplazma, az biztos, hogy ez egy fontos kérdés, hogy a sejtplazma egészséges legyen, hiszen az egész homeosztázis törvény, ami a biológia egyik legalapvetőbb törvénye, ez erről szól, hogy a sejtek olyan irányba hatnak a biokémiai reakciók, hogy a sejtplazma összetétele az meglegyen. És az a sejtplazma összetétele az az ős-óceán összetétele, tehát a tengervíz összetétele. Ugye ezt írta le, vagy fedezte fel ez a francia Quinton nevű kutató. És innen jön a félreértés is szerintem ebbe, hogy ez a sejtplazma összetételére vonatkozik. De hogy a vérbe, vagy a vérplazmába, meg a szervekbe, a csontokba oda meg kell a kálium, ez úgy valahogy kimaradt a képből. És ez az a bizonyíték erre, amit kezdtük, hogy a elégetik az embert, és a hamuban ott több a kálium, mint a nátrium. Tehát ez is talán így mondjuk a növényi alapú táplálkozásnak egy ilyen közvetett bizonyítéka, hogy az lenne a normális, hiszen a káliumot, a növények a káliumot veszik fel elsősorban a talajból. Jó, de mindig erre az 1:50-es arányra hivatkoznak, hogy fú, azt, ha megsértjük, akkor igen, történik. Nem akarok ebbe az utcába. Ez nem egy könnyű dolog. Őstengerekkel kapcsolatosan van egy kérdésem, azért ugye most már mérik, hogy a tengerek pH-ja elkezdett savas irányba elmozdulni, 8-25-től most már 7-2 felé tart, és ugyanezzel párhuzamosan a magzatvizek pH-ja is elkezdett savas irányba elmozdulni, éppen ezért van rengeteg vörös bőrrel születő gyerek, stb. Hogy tud ez a két dolog együttműködni, hogy ez mégis így alakuljon ki? Hát, rengeteg ilyen dolog van a világban? Igen, igen. Hát a tengerek pH-t azt nyilván a környezetszennyezés okozza. Az a sok minden, ami belemegy a tengerekbe. Most már ugye a kontinensnyi szeméthegyekről beszélnek. És hát szerintem, hogyha például a tengervizek pH-ja egy bizonyos szint alá lemegy, akkor az már nem fogja tudni megállítani a bizonyos kórokozóknak, meg baktériumoknak a szaporodását. Hát és az ozmotikus nyomás megváltozik az ott élő lényeg. Tehát ez egy veszélyes érték, hiszen ez a bolygó szintjére kihat. Szerintem, amit mondtál,
az is valahol a környezeti hatásoknak, illetve a táplálkozásunknak a... Emberszennyezés szűn. Igen. Hogy a környezeti szennyezések, illetve hát a táplálkozás, mert hiszen savasodunk, ugye savasodunk, mert ha sok zöld növényt ennénk, akkor nem savasodnánk. Illetve itt most jönnek okos kolbászék, hogy ha a hülyeséget beszéltek, már nincs savas, mi lugos, és mindig a vér pH-ján pattognak, hogy 7,35-7,45 között, de igazából már a lugosító pufferekről, amik tulajdonképpen ezt a pH-t képesek fenntartani, na erről meg soha nem esik soha. Ami... Hát hiszen a vér is egy pufferrendszer, ami nagyon nagy toleráló képessége van, általában a puffer oldatok, ugye erről híresek, hogy elég sokáig képesek pufferálni a negatív hatásokat. De a vér is ilyen. A lényeg ebben az, hogy lugos. Tehát hogyha ez átmenne savasba, ott már nagyon nagy probléma. Ugyanis itt nem csak a pH-t kell nézni, hanem az úgynevezett RH értéket is, ezt a redukáló képességet, ami a redox rendszer, az egész vér, meg az egész emberi elektrolit egy redox rendszer, egy vezető, elektromos áramot vezető elektrolit a vér, meg a vérplazma, meg minden, ami az emberben folyékony. És hogyha ez nem tudja már vezetni az elektromos áramot, akkor ott már nagyon nagy problémák vannak. Amikor nagyon jó kis előadásod volt ezzel kapcsolatban, amikor a fák életéről beszéltél, először hallottam tőled ezeket az adatokat, hogy mekkora potenciál különbség van egy fa gyökere és a teteje között. És ez a potenciál, ez a különbség megszűnik, abban például kiszárad a fa például. Így van, ezt nagyon sokszor megmérték, hogyha a fa beteg, akkor ez a potenciál különbség, ez majdnem nulla. Mert nem tud áramolni az elektrolit, hiszen ugye a növényeknek nincsen szíve, nincs ami keringesse a rendszert. De ugyanakkor, amikor a chemtrail-lel szennyezik a talajinkat, akkor mivel ez egy galván ellemről van szó, tulajdonképpen nem másról, akkor ugyanúgy ezt az effektust tönkre tudjuk tenni, és ezáltal majd egyre több fa szárad ki az erdőkben. Így van. Hallottam ilyen előadásokat az Egeri úrral, amiket beszéltetek, hogy ez így van. Tehát gyakorlatilag az a chemtrail, azok a begyületek, azok a fémek, azok a talajflórát is tönkre teszik. Mm. És ugye van egy potenciál, van a föld felszínének egy negatív potenciálja, a felhőknek van egy pozitív, és ezt kimérték, hogy a föld, a bolygón a naponta ugyanannyi villámlás van. Mert ez a töltés kiegyenlítődés, ez folyamatos a talaj és a felhő között. A villámlások száma ugyanaz. És ez a chemtrail, ez lehet, hogy ezt elállította. Hmm. Ezt a feszültség különbséget, és azért is megborult az időjárás egy kicsit. Megint van 200 forintos kérdés, hogy szerinted a villámok azok lentről fölfele, vagy föntről lefele? Hát az elektronok, ami anyag, igen, az alulról megy fölfelé. De mi a villámást úgy látjuk, mint hogy a az már csak az elektronok az effektus kiegyenlítődésnek a fényjelensége. És ez szerinted ezt mindenki így tudja? Nem. Pont fordítva tudja? Pont fordítva. Ezek szokták mondani, hogy ha már látod a villámot, akkor már nem kell félned, akkor már nem. Nincsen baj. Igen. Na erről is egyszer egy jó kis adást. Gyerekkoromban volt egy osztálytársam, kezdett ezen spekulálni, és ugye mindenki lehülyézte ezzel kapcsolatosan, de amikor megértett, hogy az elektromos áram, az elektronok hogy vándorolnak, akkor nem kérdés az, hogy honnan, hová mennek. Ez érdekes, a biokémiában is, meg máshol is beszélnek, hogy a hidrogén, meg proton, meg ilyen kicsit ilyen áttételes módon, de valahol minden az elektronáramlásról szól. És valahogy a fizika, a kémia, mint ha egy kicsit el akarnák így mismásolni ezt az egész kérdést, hogy a proton hiánya ez egy fiktív dolog. Ott elektronok áramlanak. És lehet azt mondani, hogy az a pozitívnak a hiánya az a negatív, de egész elméletek épültek arra, hogy nem az elektronok áramlásáról beszélnek, hanem az elektronok hiányának az áramlásáról, tehát hogy a pozitív töltésnek az ellentétes irányú áramlásáról. Ez olyan, tehát józan paraszt észre az emberevel, ennek nem sok értelme van. Az elektronokról kéne beszélni. Aha.
amikor a tranzitorról tanultam, ugye, akkor ugyanerről erről beszéltünk, a lyukakról, nem? Igen. Hogy ott is, hogy elektronhiány van. Igen. És a egyszerű cigány testvére falban Gyala Petró című, és ő tökéletesen megértette az elektronok áramlását, ami valamilyen módon a potenciál különbséget mindig le akarják küzdeni, és mindig a mélyebb pont felé szeretnének áramlani. Igen. Ennyire egyszerű. A katócsugárcsőnél hasonló az effektus. Ez így van. Na most kedvenc témáim, de ide is nem megyünk bele, hanem visszatérünk ezekre a fránya káliumhoz, amikor azt mondja, hogy a székrekedés a vízhajtók, hashajtók következményeszedése úgy szintén kálium hiányhoz vezet, és akkor egy kicsit megint a mikrobiomról beszélve, hogy mikor van sárszéklet, mert mikor van székrekedés, ha nincs megfelelő mikrobiom a vastagbélben, és akkor nézzük meg a kálium és a baktériumok közös életét ilyen szempontból, mennyire fontos a mikrobiomnak, és valószínűleg ez az anyag ahhoz, hogy megfelelő flórát tudjon képezni a vastagbélben. Ez biztos, tehát hogyha amit az előbb beszéltünk, hogy onnan lehet talán a KH-tól elindulni, hogy az a sejt membrán átjárhatósága az a kálium-nátrium aránytól függ. És ha az bármilyen irányba elállítódik, akkor ott baj van. Az vagy lezár a sejt, nem tud fölvenni semmit, vagy szétrobban. Ez a sejt falának az ozmotikus nyomása. Így van. Uh-huh. És azt a kálium-nátrium koncentráció különbség határozza meg. Uh-huh. Ez a ionpumpa. És itt voltak oda-vissza kísérletek, én láttam például olyan kísérleteket is, hogy a vízbe rakták a növényt, és elkezdték műtrágya oldatot tettek bele, és végig élt a növény a vízbe. Ez a hidrokultúra. De ha elkezdték például a káliumot túlragolni, akkor egyszer csak a növény elszáradt a vízbe. Tehát a vízben is képes volt elszáradni, mert elállítódott ez a kálium-nátrium arány, túl sok volt a kálium, és a sejtek lezártak, nem tudnak fölvenni semmit, még vizet se. De ez másik irányba is működik, ha túl kevés a kálium, az ugyanilyen problémákat okoz. Tehát valahol minden ilyen tápanyagra ez igaz, de az ásványanyagokra biztos, a fémekre, ugye ezek a kálium-nátrium vasra és stb., hogy ezeknek van egy optimális koncentrációja, akár túl sok van, akár túl kevés van, az bajt okoz. Amikor körülbelül 15 éve láttam először, ilyen hidroponiknak hívják ezt a módszert, hogy ott úszkál benne egy kis magocska, zöld lesz, ott egy gyönyörű répák, paradicsomok, minden jön belőle. Na most semmi más nem kap, mint műtrágyát van oldva a vízben. Ugyanakkor a keletkezett növényben megnézed egy levélnek az ásványanyag összetételét, vagy a gyümölcsnek, ugyanúgy ugye látjuk, hogy valamilyen módon azért a nap, a fotoszintézis valamit valamiből átlakít. Az alapanyag, az alap a legfontosabbakat előállítja. De annak a növénynek már nem az az íze. Annak nem az az íze, tehát nincs az a széles spektrum összetevője. És pont a mikroelemek hiányoznak belőle, amit a talajból föl tudnak. De azért elni. Mégis sokkal több minden van benne, mint ami az alap kiindulási dolog volt. Az biztos. És itt is valamilyen módon egy biotranszmutációnak kellett létrejönnie, hogy a nem lévő anyagot és valamilyen fotoszintetizáló baktérium, hogyha már megint ide eljutunk, az legyen képes átalakítani és abból bármit is csinálni. Hát igen, ugye ez messze vezet, ez már az a hidegfúziós kérdés. És hát bizony a múlt század végén, nem most már múlt, tehát 1800-as évek második fél végén elég sokan foglalkoztak ezzel. És ez most lehet, hogy nem, de valamennyire az idevág, hogy bebizonyították, volt egy Herzile nevű német, de mások is, akik bebizonyították, hogy a magok csirázása során anyag keletkezik. Most úgy értem, hogy anyag, hát nyilván nő az a növény lesz belőle, de az a vízből, meg a széndioxidből ez magyarázható. De a vízben nem volt mondjuk magnézium, a magban se volt magnézium, tehát ezt megmérték, hogy itt van 100 g búza, ennyi benne az ásványi tartalom, megmérték a vizet, abban is volt ennyi meg annyi, és a végén, mikor már ekkor volt a csira, megszállították, visszamérték, és több volt benne. Tehát az anyag mérleg, de nem kicsit, ilyen 20-30%-kal több volt benne. És ugye ez volt az a tudománynak az a pontja, amikor ez az úgynevezett ilyen ezotérikus tudás, ez nagyon messze vezetett volna. Kezdtek előjönni az ilyen, mondjuk így jó dolgok, tehát akár a Steinerre gondolok, hogy a Hanis mesterre. És akkor vált szét a tudomány valami érdekes módon, hogy az ilyeneket besorolták, amit nem lehet mérni, az besorolták az ezotéria, meg a kuruzslás
témakörébe, amit meg mérni lehet, az meg lett a tudomány. Uh-huh. Ez a szétvált. Hát most ezt újra össze kéne valahogy. Ezt a Dága Carnegie-en intézte, tudom, amikor létrehozták ezt a státuszkót, hogy a tudomány az, ami mérhető, szabható, stb., és minden más ezen kívül. Igen. És ezt a kísérletet egy Kerval nevezetű francia tudós tetézte be, mert itt lehet hivatkozni a vízből, ez az Amazon, a tojás kísérlet, tudod ezt, és a Gyuri hozta el nekünk, és ő sokszor elmondom, hogy a tojást, amit mielőtt még a keltetőgébe kerül, ugyanúgy feláldozzák a tudomány oltárán, megnézik, hogy mi van benne, és utána kikelt kis csibével hasonló sorsra jut, és olyan anyagok lesznek benne, hogy kálciumból több százszoros a stb. És előjönnek olyan anyagok, ami a tojásban nem is volt. Hogy a fenébe? Ki ez? Tehát ott kell egy vezérlő elvnek lenni, igaz? És mi az, ami a hideg fúzióra képes a biológiában? A biotranszmutáció, nemes bio, transz, átalakító, mutáció valami mássá, és ezek a drága fránya baktériumok megint, amik előjönnek. És itt, amit az Egeri is mond, hogy ide kell egy katalizátor. Uh-huh. Tehát, hogy az a hideg fúzió az úgy tud létrejönni, hogy elméletileg nem jöhetne létre, de bizonyos katalizátorok ezt lehetővé teszik, ezt a folyamatot. Valahol ezért kapott Nobel-díjat az Olá György, ez a magyar kémikus, uh-huh. egy 10 éve, azt hiszem, a metanol, ugye, mert elvileg a metanol szintézis az egy energetikailag nem jó folyamat, tehát több a befektetett energia, mint amennyit metanol elégetéséből vissza uh-huh. tudunk szedni. És ő talált egy olyan katalizátort, amivel ezt mondjuk a tizedére lehetett csökkenteni azt az energiát, amivel előállítjuk a metanolt, és úgy már pozitívban voltunk. Tehát ő ezért kapott Nobel-díjat, mert megtalálta a katalizátort. Tehát az életben is mindig ott van egy katalizátor. Igen, felület. Ami elméletileg nem, de gyakorlatilag mégiscsak van ott valami, ami segít ezt létrehozni. Ugye ez egy óriási nagy kérdés, hogy miért pont az az ondósejt tud a petesejtbe be találni, tudod, mert lehet, hogy másik erősebb, stb. És itt is van egy katalizátor üzemmód, ami már ott abban a pillanatban kiválasztja azt, hogy kivel fog Fried lelépni, mert utána az egész sejtosztódás ugyanúgy egy csodálatos hidegfúzióról szól az egész, mert sokszor olyan helyzetben vannak édesanyák, mondjuk egy táborba, ahol nem is kapnak ételt, és gyönyörű egészséges gyereket hoznak létre, semmi másról nem szól, mint az, hogy megfelelő rezgés szinten van az élete, az agya, igaz? Igen. Akkor megfelelő bélagytengely van, és gyakorlatilag a meglévő anyagokból képes tökéleteset elállítani. Igen. És ez működik, és ezek az életnek a csodái, és akkor itt jön nem evolúció, hanem teremtés. Az biztos. Az ez is el van rontva. El van rontva, mert a környezetünkben az elektroszmog, ez például nagyon-nagyon biztos, hogy rossz irányba viszi el. Tehát itt valahol, mintha így az utóbbi mondjuk 30 évben egy exponenciálisan romlanának el a dolgok körülöttünk. Aztán kérdés, hogy mi lesz a vége. Tudod, ez úgy van egyébként, amíg vesszük, addig eszük ezt most analógiába. Tehát amíg az ember ez hajlandó elviselni azért, hogy hetente egyszer tud a bevásárló kocsival csörögni a gazdaságosba, addig ez kell neki. Tehát, hogy a Jóisten sose fog nagyobb szivatást adni, mint hogy ébredjél fel, de ha nem ébredsz föl, akkor mész a levesbe, és talán arra játszunk, hogy ez ne így legyen. Igen. De minden, ami a környezetünkben van, és ami a kamatról és a profitról szól, az sajnálatos módon mindent beáldoz azért, hogy nagyobb profitot képezzen. Most még biztos, hogy vissza lehetne fordulni, most még nem késő. Jó. Most még vissza lehetne. János Kál, neked is, meg nekem is már a lemeznek a B oldala játszik. ugyanakkor már azt látom, hogy a fiataljaink már nem biztos, hogy vevők erre az egész bullshitre, hülyeségre. Tehát igazából mi, akik nagyon szeretjük a gyerekeinket, ezt a szart, ezt mi bocsánat, hogy bulgárisan fogalmaztunk, meg a mi szüleink, meg az ő szüleik. És ez egyfajta gondolkodásmód, mátrix volt, befolyásolás, egy tudati manipuláció. Talán abba lehet bízni ezt a, te is ismered a Szürke Lajostól. Hogyne is. Hallottam ezt az adatot, hogy benne van, hogy hát amíg van egy osztály, és amíg az osztályban van egy-két olyan gyerek, aki ilyen renitens, aki mondjuk ilyen csillag, vagy magasabb rezgésszámmal született, és rámondják, hogy jaj, hülye vagy, maradj csöndbe. Addig el lehet őket nyomni. De ha egyre több ilyen születik, akkor egyszer csak eljutunk oda, hogy már az osztály ilyen, csak a tanár más. Azoknak már nem lehet azt mondani, hogy hülyék vagytok.
Hát ők vannak többen, tehát abból talán lehet bízni, hogy, hogy egyre több ilyen gyerek születik. Magas rezgésszintű gyerek. És akkor lecserélődik a mondjuk úgy az emberiség, nem? Igen. A nagy kérdés, amikor pedagógusokkal beszélgetsz, hogy mit oktassanak a gyerekeknek. Ugye itt van a gyönyörű porosztípusú egyiket fölhúzom, másikat leütöm című dolog. Na látszik, hogy, hogy most már egy 50-60 éves lemaradásunk van. Igen. Egy olyan technológiához képest, amit Ázsiában a gyerekek megtanulhattak. Igaz? Ma már, hogy Veszprémi főiskolán még mindig vasat reszeltetnek a tanulókkal, mert most pont épp ilyen tanáruk van még. Igen, valahogy igen. Ez most már nem kompatibilis a mai igényekkel. És mindenki, akinek kicsi gyereke van, most szerencsém van, nekem is van, nem rettegek, hanem egyszerűen gondolkodom, hogy hova adjam. De megint egy ilyen rabszolgaképzőbe, én nem adnám be a gyerekemet, tudod, pontosan ezt a csillogását, ami rajta van, igen. Amikor a szemükből kioltják a fényt 2-3 év alatt, na akkor van a rabszolgaképzésnek igen. A hú, akkor most már szót fogad. Hogy én, megvan a jó precedens erre, Anasztázia könyvek. Bele van írva az életiskolái Oroszországban, már működnek ilyenek. Döbbenet. Vannak fönn videók YouTube-on erről, hogy, hogy egy olyan közösség, hogy van, tehát ha nem nyomják el a gyereknek azt a képességeit, amik megvan minden gyereknek született, hanem ezt emelgetik. Igen, de ezt a KGB indította el, nem tudom, hogy tudod-e, mert ott szedik ki az igazán extra tehetségű gyerekeket, igen. Aztán ahogy valahol túlképzik őket. Tudod, az a kultúrkör, ami Anasztázia, meg az a kultúrkör, mint a miénk, nekünk is valószínűleg megvannak az ősi hagyományaink. Hogy? Erre. Hát ez nincs messze egymástól. Nincs messze. Most Anasztázia hol él? A Mansik területén. Hát a Mansik azok hunok voltak. Aha. A Hunterszövetség részeit. Fehér hunok voltak. Ja, igen. Jó, hát ez megint egy másik beszélgetési témája lehetne. Igen. Tehát van itt példakép, csak igen. Szándék kell hozzá, hogy igen. Na, akkor meg lehetne ezt csinálni. Kálium rehabilitációja. Tehát, igen. Hogy a sót hagyjuk békén úgy, ahogy van, ne igen. Nagyon finomgassuk, esetleg egy kis... Az biztos. Na, hát annyit azért el kell mondani, hogy az a nátriumklorid, az nem, az a szervezetnek nem az a só. Azzal nem nagyon tud mit kezdeni. Aha. Az egész ozmózis rendszert az fejreállítja. A só, az a tengervíz, nek a modellje. Tengervíz, az pedig ott benne van az a 70-80 féle ásvány. A nyomelemek szintén. A nyomelemek, annak ott benne kell lenni. Azok szinergiában működnek egymással. Tehát a patika tisztaságú só pont nem tartalmaz azokat az anyagokat. Hagiwara professzor Japánból, ő csinálta meg a kísérletet. Tengeri halakat belerakott akváriumba. Az egyikbe csak patika tisztaságú sót rakott, beállította a pH-t, ugye halak megdöglöttek. Igen. És a másikban, ahol a tenger teljes spektrumú sót rakott, azok meg vígan lubockáltak. Tehát azok az apró kis nüanszok, amiről azt mondjuk, hogy az egész univerzumnak a 95%-a csak egy sötét dolog, na az a meghatározó, amiről nem tudunk. Igen. És ezt kiherélni a sóból, ez igazából büntetés a testnek. Így van. Akkor az nem, tehát ott valami információ elveszett. És akkor jön azt mondod, hogy a szántóföldre kizsigerelve, tehát még onnan se tudsz nyomelemeket besatolni. Nem, hát a mai úgynevezett intenzív vagy modern mezőgazdálkodásban mikroelemeket szántóföldi kultúrában nem pótolnak. Vagy ha nagyon-nagyon minimálisat. Tehát ez a mikroelem hiány, ez mérhető, ez drasztikus az elmúlt 50-60 évben. A talajainknak a mikroelem tartalma az így megy le. De erre, és az egy egész táplálkozási láncból. Egy kis huminsavat, hogy használnak. És ugyanakkor viszont, hogyha ugye megeszi az állat a takarmányt, na akkor őnek is a tartalmazott. Az egész táplálkozási láncból hiányzik. Igen ám, de megint jön a kakis kenyér, hogyha a székletet viszont hagyják fermentálni ott egy nagy rakásba, igaz? Igen. Akkor abban már újból előkerülnek azok a nyomelemek a fermentáció révén, bizony. És azt visszavinnék azt a szántóföldekre, így van. Igen. És akkor, és nem lesz szántani. A zöld anyagot, bármilyen furcsa, és tudom, hogy az én modern mezőgazdaság, meg a gépek, meg minden azok a szakemberek ezzel fújolnak, de hát mindegy, a tények azok tények. A komposztálást azt valahogy nagyon-nagyon sürgősen vissza kéne hozni a rendszerbe. Emlékszel, silók, olyan jó kis büdös volt, igen, igen, de azt hették ki, és azt adták takarmányként, az előemésztett ételt van, adták és oda. Az már egy, és ez meg volt az emberi világban is, savanyú káposzta, stb. Savanyított ételek, még a húst is fermentálták régen. Télire megvoltak az étel, az állatoknál is ugyanez megvolt.
Tehát itt egyrészt az ásványanyagok, és a kálium is ide vezethető vissza, hogy ha normális volt a talajflóra, normális volt a talajok mikroelem összetétele, akkor a növényekbe is az a normális arány került be, meg az emberbe is. Tehát nem volt probléma, meg volt az optimum. Kálium-nátrium arány minden. De ahogy ez felreállt, akkor ez is felreállt, ez a kálium-nátrium dolog is. Ugye a mikroflórában még egy mondatot, tehát igen, hogy gondoljuk már végig, hogy ez a kis szántóföld, ahol évről évre újból megterem bármi növény, azt odajön egy állat, elviszi onnan, tehát nem oda táplálja vissza a széklete az ásványokat, mégis évről évre újra termelődik benne az az ásványok összetétel, amiből egészséges növény. Hogy a fenében nem, megint, hogyha nem a mikroflóra az, ami a hideg fúzió révén képes elállítani akár az ásványokat a talajban, és a gilisztákkal nagy barátságban vannak, mert azoknak az anyagcsere termékeiben jelennek meg ezek az anyagok. Ez így van. Tehát ott a mikrobiomban, a mikroflórában ott olyan dolgok történnek, amikről még messze nem tud, nem messze nincs elég tudásunk. Tehát tudni csak a jéghegy csúcsát. Egyébként látjuk. Ölni a legegyszerűbb, nem? Tehát utána, hogy helyreállítani évszázezer, nem is tudom, mennyi idő kell az. Rombolni mindig könnyebb, mint építeni. Ez igen. Így van. Hát, akkor a káliumról ugye elég kevés jót ejtettünk. Tehát gyakorlatilag én nem tartom kizártnak, sőt azt úgy gondolom, hogy szükség van a káliumpótlásra észszerű keretek mellett, mert a túl sok kálium se jó, ez egyértelmű, de ha hiány van, az is nagyon súlyos problémát okoz. Tehát, ha sóról beszélünk, akkor nyugodtan azt a gyönyörű rága koszos sót vegyétek. Azt a paradi sót, vagy a himalája sót. Paradi sót, egy kicsit sok az alumínium, a himalája sok. Igen. Amit akár ilyen 49 forintért elolvasod, csak csomósodás gátló van benne. Igen. Ennélkül nem kap sót, de semmi más, ne káliumozott jódozni, minek a sót, mikor elszublimál belőle, tehát teljesen fölösleges. Igen. A legolcsóbb só a legjobb só, maradjunk ennyire. Igen, igen. És az egyszerű szürke. Egyszerű szürke, mert az is tengerekbe alakult az ki. Itt hiszen az tenger volt, tenger régen, csak bepárlódott, lement a föld alá, és ott összenyomódott, só lett belőle, de hát az tengervíz volt régen. Én azt mondom, hogy valóban nagy a baj, de tényleg, hogyha sok csillagszemű gyerek van már a közösségünkben, velük már ezt a sok szart nem lehet megetetni. Igen. Bocsánat, három kaki volt ma a kijelentés, nem lesz több. Viszont a rezgésszintet emeljük föl, tehát van remény, csak a természetet hagyjuk élni, és nem manipuláljunk semmit. Ennélkül nem is működhet szerintem. Tehát, ha nem tesszük magunk körül rendbe a virágunkat, akkor nem tudunk létezni. És most mondtad ki a lényeget, hogyha a saját környezetedet mentálisan, fizikálisan helyrehozod, gondolkodásmódodban, a háztáját, környezetében, a baráti kapcsolataidban, ezek a kis bugyrok egyszer összejönnek. Így van, és itt először biztos, hogy minden fejbe dől, először fejbe kell rendet csinálni, utána körülöttünk is az lesz. Ez kisugárzik. Akkor reméljük, hogy az ételeink nem fognak sugározni az elkövetkező, de erről még nem is beszéltünk, hogy ez évtizedekre visszavetett meg. Ugye jó kérdés over the top, mert be akartam fejezni, hogy visszamentek Csernobil környékére, mert nem a háromfejű kecskét meg kutyát találtak, hanem teljesen egészséges fauna tudott kialakulni úgy, hogy ez a drága ember nem ment oda 30 évig, és nem csinálta a saját kis dolgait. Igen, ezt a természet megoldja. Ja, csak nézzük, hogy okosabbak vagyunk, mint a természet. Igen. Hagyni kéne egyszerűen hagyni be, ez mindjárt is messzire vezet. Tehát tudatosan kéne ezt az egészet helyre rakni. Az se igaz, hogy ez az intenzív mezőgazdaság most már műholdakról figyelik, hogy, tehát ilyeneket látok, hogy műholdakról figyelik, hogy arra területen, hol van mondjuk, mit tudom én, káciumhiány. És akkor megy a traktor, veszi az adást, oda egy kicsit több káciumot, aztán oda egy kicsit több cinket. Szóval ez ilyen... Ez az egész szerintem arról szól, hogy a traktorokat jó pénzre el tudják adni. De a másik fel az, hogy amikor az emberbe ugyanúgy lapátolják be a káciumot, annélkül, hogy ezeket a balanszanyagokat mellé tennék, hogy be tudjanak épülni. Igen. És ez mindenre igaz egyébként. Tehát, hogy az egész a szinergia, ugye az így hívjuk, komplex, az, így van. Ez egy komplex dolog, de a szinergiából bármit kiragadni és abból csinálni egy gyógyszert, az egy bodorság, badarság, mert a szervezet egy óriási nagy csapat és szinergiába gondolkodik. Biztos nem véletlenül úgy lett teremtve a növény, hogy abban az egész növényre szüksége van ahhoz, hogy azt a hatást elérje. Ha azt a hatóanyagot 100%-ba kivonjuk, az már nem az.
az már nem fog tudni úgy működni. Van még egy ősi tudomány, úgy hívják, hogy ecivó, nem kellett erről hallanod. Az a lényege, hogy minden ilyen tagozódás, például a zsiráfnak a lába, vagy a térdétől a felső combjáig, az ecivóba 12 vagy akármennyi szekcióba minden ugyanúgy előfordul, mint egy legkisebb darabjába, a legkisebb lebontható részébe is. Ezzel tudták azt is bizonyítani, hogy vegetáriánusoknak, amikor B12 vitamint nem fogyasztanak, az ő béltraktusuknak is bizonyos szakaszában az képes megteremni. Tehát egy ilyen érdekes, állandó, ismétlődő rendszer van, ahogy a fraktálok is kialakultak, csak amikor volt az ecivó tudomány, akkor még nem tudtak a fraktálokról. És akkor ezek folyamatosan öngerjesztően hoznak létre egyre nagyobb közösségeket, de az egyetlen egy sejtből nő ki. Így van, tehát gyakorlatilag minden sejtben benne van az összes, az egésznek az információja. És nagyon messzire vezetne az, hogy az első baktérium, ami ide került egyszer az őstengerekbe, na ő hozta ide az életet, és az az, ami itt kifejlődött itt 100 évmilliók alatt. Nehéz elképzelni erről a kis vacakról, hogy... Hát igen, ezen én is sokat gondolkodtam, hogy most az evolúció az most valós dolog, vagy nem valós dolog. Én gondolom, hogy valahol azért valós dolog, tehát van evolúció, van természetes szelekció, ez biztos, hogy ez van, de hogy az ember így nem tud kialakulni, az biztos. Tehát a teremtést követően voltak evolúciós fázisok, igen. De az alap programot a teremtő nem csinált se lejtett, azt ide rakta. Így van, az biztos. Tehát minden. A tudatot, a lélek, meg ez már itt nem materiális szinten, ez nem ide tartozik. Jó, nem tudjuk Jánosra befejezni, azért itt elvágjuk a szállat. Ha élveztétek, akkor még meghívom János többször is. Az igazság, hogy nehéz az időnket egyeztetni, mert kicsit más dimenzióban élünk, de én minden élvezem veled a beszélgetést, mert rengeteg új gondolatot tudtunk. Na, kedves nézőink, VNTV-t, Viva Natura televíziót láthatatok, Viva Natura, Vivát Natura egészségbefektető klub adássorozatunkban. Dr. Csicsor János barátommal beszélgettünk, viszontlátásra. Köszönöm.